cégünk 1991. november 11-én alakult meg, teljes egészében családi vállalkozásként indult, és a tevékenységünk, amiket megcéloztunk ennél a szervezet létrehozásánál, az főleg élelmiszeripari beruházásoknak a fővállalkozásban történő megvalósítása. A tevékenységeket szétválasztottuk, létrehoztunk egy belső épületgépészettel villamos sűtéssel foglalkozó céget, azaz LC Folyadékhűtők Hft. Létrehoztunk Romániában egy céget 4 évvel ezelőtt, azt is Montor Kft.-ként hívják. A harmadik pedig van egy egyéni vállalkozásom, amelyik a földmunkákat vette ki a nagy vállalkozásban. A cégcsoport működése mellett van egy szőlőbirtok is, ahol a szőlőműveléssel foglalkozó tevékenységet végezzük egyéni vállalkozóként, őstermelőként. Az elmúlt 15 évben körülbelül 80 beruházást valósítottunk meg, főleg élelmiszeripari üzemeket, általában a mezőgazdasághoz kapcsolódóan 0 Celsius fokos és ulós hűtőházakat, tejüzemeket, élelmiszerfeldolgozó üzemeket építettünk, de mellette kitérést tettünk a mikroelektronikába, a mikroelektronikai gyárat, ami a cégünk tevékenységébe belefért, azt elvégeztük. Tervezéseinknél minden alkalommal azt a célt tűzzük ki, hogy a legjobb megoldást, a legkevesebb energiával, a legmagasabb színvonalon valósítsuk meg a megrendelő igénye szerint. A tervezést követően a kivitelezési munkák elvégzésével olyan nagy létesítményeket hoztunk létre, mint a Móra kert szövetkezet, ahol már 17 000 négyzetméter alapterületű létesítményeket építettünk. A Móra kert szövetkezet agrárlogisztikai centruma több részből áll. Van egy agrárlogisztikai centrum, amely 3600 négyzetméter alapterületű. Építettünk hozzá egy 5600 négyzetméter alapterületű burgonyatárházat, ami 10 000 tonna kapacitású burgonyában, Közép-Európában az egyik legnagyobb. Néhány héttel ezelőtt adtuk át a Móra kert szövetkezetnek a PH centrum létesítményét, amely mélyhűtött termékek előállításával is foglalkozik. Ennek a létesítménynek az alapterülete 4600 négyzetméter, és a feldolgozó kapacitása éves szinten mintegy 10 000 tonna. Az élelmiszeripari beruházások másik ágában, a hűtőházak építésében is igen jelentős előrelépéseket tettünk. Nagyon sok létesítmény kivitelezésében vettünk részt. Építettük Hajdúsámsomban az almalés üdítőüzemet a hűtőházzal együtt, Boldogkővár alján a 2700 négyzetméter alapterületű sárga baroszt feldolgozó üzemet, Balatonvilágoson szintén egy 60 vagonos hűtőtárolót, továbbá néhány olyan létesítményt meg kell még említenem, mint GNBX a Kecskemét Borbáson, Jakabszálláson a Nendel Market Kft.-nél egy 100 vagonos hűtőtároló, vagy Nógrád község határában a Agrobuda Kft.-nek a gyümölcsös közepén egy 130 vagonos almatároló. A hajdúsámsonyi gyárunk egész területe 2,3 hektár nagyságú, melyen van egy 3200 négyzetméter nagyságrendű csarnok. Ide építettünk be egy olyan vágó-hegesztő berendezést, amellyel nagy szelvényű berendezéseket is tudunk feszültségmentesen heggeszteni. A Montor Kft. A hajdúsámsonyi acélszerkezet gyártó üzemében gyártott acélszerkezetekből építette fel többek között a mikroelektronikai gyárat. Nagykőrösön a Renault-nak, Gyöngyösön a fényezőcsarnokát, vagy a növényolajprés üzemet Nagyrédén. A legmagasabb technológiát szállítjuk a partnereinknek. Itt a környezetbarát freonos hűtőházakat építettük meg, és ezt kiegészítettük a világ színvonalú ULO technológiával, amelyet Olaszországból hozunk be, és ezzel a kezdeti 2-3 hónapos tárolási időről 8-12 hónapra tudjuk a gyümölcsök tárolását megoldani. Tevékenységünk során kapcsolatba kerültünk egy nagy banánérlelő építésével 1995-ben. Közép-Európa egyik legnagyobb banánérlelője volt Budapesten, melyet a Montor Kft. Nyert el, mint kivitelező, és ide akkora technika került beépítésre, hogy egy alkalommal 100 vagon banánt lehet egyszerre megérlelni. A cégcsoport létszáma 35 és 40 fő között mozog. Ezzel oldjuk meg azt a feladatot, ami jelen pillanatban is már 1,5 milliárd forintos nettó árbevételt eredményez a cégnek.
A munkánk során határidőre elkészítettük a munkánkat. Minden esetben az volt a legfontosabb, hogy az adott költségkereten belül, de a legmagasabb, a trendi színvonalat hozzuk, amit ma Európában, a világban használnak. Ahhoz, hogy mi minőséget szállítsunk, auditáltatni kellett a szervezetünket. Azt 7 évvel ezelőtt megtettük, és az ISO 9001 minőségtanúsítvánnyal rendelkezünk. 19 éve járom az országot. Ez idő alatt rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül Magyarország, és ebben a fejlődésben mi is részt vettünk. És bízom benne, hogy a jövőben is hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy ez a fejlődés töretlen maradjon és ne álljon meg.